Az Akácfa Sárkeresztúri útnál és a Szárcsa út Sárkeresztúri út kereszteződésénél lévő gyalogos átkelő immár rendeltetésszerűen használható. A gyalogátkelők és az új járdaszakasza a kerékpáros és a gyalogos forgalmat hivatottak, az eddigieknél sokkal komfortosabbá és biztonságosabbá tenni. Egy nagyon forgalmas útszakaszról van szó, ezért kiemelt biztonsági elemekkel is tettük, vagy fejlesztettük ezt a részt. A jobb megvilágítás érdekében 10 lámpaoszlopot lámpatesttel együtt kihelyezett a kivitelező, emellett pedig egy napelemmel működő gyalogosok védelmét biztosító jelzést is láthatnak az autósok, egy figyelmeztető jelzést, amikor gyalogos érkezik a gyalogátkelő helyhez, emellett egy középsziget is javítja még a gyalogosoknak a biztonságát. A beruházás összértéke mintegy 30 millió forint, a közlekedés segítő berendezések pedig egyszerre biztosítják a gazdaságos működés, valamint a balesetmentes közlekedés feltételeit. A jelzőtáblák azok egy sárga keretbe vannak, fényvisszaverő keretbe foglalva, amin LED villogó fények vannak beépítve, és egy gyalogosokat érzékelő szenzor van beállítva, ennek a finom hangolása meg fog majd történni. Tehát amikor gyalogost érzékel a szenzor, akkor a keretben lévő lámpák működésbe lépnek, sárga villogó fényt adnak. Ezzel is próbáljuk segíteni a gyalogosok észlelését. Az energiaellátás az napelemmel működik, tehát nem kellett hálózati kiépítést. A fejlesztések nem állnak meg a körzetben, jelenleg a déli összekötő út Sárkeresztúri út felüli részének, pontosabban a körforgalom lakóházak felüli oldalának építése zajlik, amely várhatóan július végére fejeződik be. Addig is jelzőlámpás félpályás lezárás van érvényben az útszakaszon.